adj békességet e hajléknak, és kegyelmesen áld meg azt, és szenteld meg azt. Ezekkel a szavakkal szentelték fel a nyíregyházi tömbkórház projekt új épületeit a történelmi egyházak képviselői. A 16,1 milliárd forintos beruházás 27 ezer négyzetméterén 1600 új orvosi gépműszer várja a betegeket. Az onkológia, a szív- és érrendszeri részleg, a gyermekgyógyászat, valamint a sürgősségi betegellátó centrum került új környezetbe. A nyíregyházi kórház úgy megújult, tulajdonképpen a kétharmada kapacitásnak az most már 21. századi színvonalú, hogyha az emberi erőforrás fejlesztés összeveszem, akkor ez 23 milliárd, a vidéki kórházok sorában az egyik legnagyobb a nyíregyházi kórház, a sürgősségi osztálynak a megújítása és az összes többi fizikoterápiása, és ez mind, ami hozzájött, az jelzi azt, hogy most már csak jó orvosok és rendesen megfizetett ápolók kellenek ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy valóban nyíregyházán biztonságban van mindenki, aki egészségügyi ellátásra vár. Ünnepi beszédében Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kiemelte, ha a beruházásokra gondol, a magyar egészségügy sikertörténet. Az új kórház finanszírozás kiépítése viszont még számos feladatot ró a kormányra. Többek között a várólisták megszüntetését, az orvos elvándorlás csökkentését és az egészségügyi szakdolgozók bérének rendezését. Több mint 100 milliárd forintos forrás érkezik két év alatt az egészségügybe csak béremelésre. Szeretnénk az orvosi kamarával, a szakszervezetekkel, a kórház szövetséggel kidolgozni a részleteit, hogy inkább egyszerre nagyobbat, vagy osszuk el, úgyhogy akkor aztán összességében magasabb összegek érkezhetnek. Én azt szeretném, ha egy 4 éves program lenne az egészségügyi dolgozóknál, inkább 3 évet javaslok az orvosoknak, de majd ezt ők meg fogják beszélni. A miniszter hozzátette, az eheti szakmai egyeztető tárgyalások után viszi javaslatát a kormány elé.